Jó napot kívánok! Tisztelettel köszöntöm a podcast hallgatóit és a nézőket is. Mai vendégem és beszélgető társam Böszörményi Nagy Gergely, a Brain Bar Jövő Fesztivál alapítója, a MOME alapítvány elnöke, és hogyha valaki rendszeres olvasója a Mandiner nevű hetilapnak, akkor minden héten egy-egy recenzióval, könyv recenzióval jelenik meg a Mandiner hasábjain, és a, egy könyv is született ezután, aminek az a címe, hogy Non-Conform. Ez adta nekem az ötletet és a beszélgetés apropóját, hiszen a, a könyvben négy tematikus blokk van, a korábbi írásoknak a, az összerendezése révén, illetve saját gondolatokkal történő kiegészítésével és uh, akkor csinálok egy kis könyv uh, reklámot, Ugye ez a négy téma, evolúció és politika, éghajlat és háború, érdekes összefüggés, identitás és innováció, észszer, szívvel a konformizmus ellen. Uh, én a másodikról szeretnék beszélgetni, ez az, az éghajlat és háború, és azon belül is három témát választottam ki. Majd meglátjuk, hogy mire lesz időnk, mert még van egy tiltott hárma magyar igazság, egy a ráadás, meglátjuk, hogy a ráadása is lesz-e mód és lehetőség. Uh, no, tisztelettel köszöntöm itt a stúdióban. Nagyon köszönöm a meghívást, megtisztelő. Uh, nem olyan nagyon régen jött haza, úgy tudom, Amerikából. Két napja, igen. Két napja. Jetlag. Erős. Erős. Uh, Volt-e ennek a ehhez a az által javasolt téma, az éghajlat és háborúhoz ennek az utazásnak volt kapcsolódása? Kapcsolódási pontja, vagy ez egy más? Volt kapcsolódási pontja, még hogyha közvetett kapcsolódási pont is volt ez. Azért mentünk most Amerikába a kollégáimmal, hogy megnézzünk néhány rendhagyó egyetemet, amiknek a módszerei koncepciója az inspiráció lehet a MOMA megújításához. Ugye ezekben az években sok magyar felsőoktatási intézmény megújítása, modellváltása zajlik, és hát mi nagyon benne vagyunk ebben a munkában, és szeretünk inspirálódni távoli helyeken is. És jártunk egy egyetemen, amiről még az amerikai ismerőseim közül is alig hallott valaki, a magyarok közül pedig talán senki. Ez egy sivatagban van, Sierra Nevada hegységben, és egy farm valójában, nincs egyetemi kampusz, hanem 10 kicsi épület, és összesen 30 diák tanulott. Két éves a program. 30. Igen, két éves a program, hát. tehát összesen egy év 15 -en. Nincs internet ellátottság, hanem van egy könyvtár, ahol az alapművek, a klasszikus filozófiai alapművek, klasszikus irodalmi művek, történelmi művek vannak meg és ők amellett, hogy tanulnak, nagyon-nagyon kompetitív, nagyon magasabb a belépési küszöb, tehát csak a legtehetségesebb, legokosabb fiatalok kerülhetnek idebe. Ők maguk gondoskodnak a farmról is. Ők teremtik elő az élelmet, amit elfogyasztanak, ők gondoskodnak az állatokról, közel 500 szarvasmarháról például. És az igazán izgalmas az, hogy ez a hely rendkívül sikeres. Tehát gyakorlatilag teljes izolációban, több mint egy órára, egy órás autóútra vannak a legközelebbi várostól teljes izolációban, és a bekerülési aránya a diákoknak az egy alapképzés. Utána a világ legjobb egyetemeire százszázalékos. Ez azt jelenti, hogy ez a fajta elmélyült figyelem, és ami a kapcsolódást jelenti a, az élet fizikai feltételeivel való tisztába kerülés, akkor is, hogyha nagyvárosi háttérbe jönnek, az, hogy gondoskodniuk kell a környezetükről, minden nap fizikai munkát kell végezni, állatokkal, növényekkel kell együtt élniük. Ez sokkal felkészültebbé teszi őket arra, hogy érdemben fejleszik az agyukat. És utána ezek a legkiválóbb koponyák lesznek, és a legjobb egyetemeken tanulnak tovább. És én úgy jöttem haza onnan, és erről a mostani amerikai útról úgy tértem az, hogy nagyon sokszor, és ez sok minden más területre is igaz lehet, a helyes fenntartató koncepció az nem valamilyen high-tech megoldás, hanem a múltban gyökerező időtálló mintákhoz való visszatérés. És erről egyébként írok a könyvben is. Mondhat, igen, ezt akartam mondani, hogy mondhatni non konform módon, nem vákumcsomagolt konzervválaszok formájában. És akkor itt hadd idézek a könyv ajánlójából, hogy kiknek is készült ez a könyv? A sokszínűség zászlaja alatt globális monokultúra épül, amelyben minden iskolázott embernek ugyanazt kell gondolnia: tudományról és vallásról, ökológiáról és technológiáról, nemzetről és nemzetközi kapcsolatokról, a helyes és üdvös életmód miben létéről. Az önálló vélemény az ifjú városlakó számára ma stratégiai kockázattal jár. Ez az olvasókönyv azoknak a fiatalok, fiatal magyaroknak szól, akik ambíciózusak, kíváncsiak, és a fontos kérdésekben nem fogadják el a vákum csomagolt válaszokat. Ez önmagában is szerintem, ha valaki mutat érdeklődést a téma iránt, és szeret olvasni, már önmagában szerintem fölkeltheti a kíváncsiságát. No, Nekem fölkeltették az írásai is, meg, meg ez a szöveg is, amit olvastam recenzióban, és azt gondoltam, hogy utána tematikus bontás van, és egy egész könyvet nem tudunk 25-30 perc alatt kivesézni, válasszunk egy témát, ami leginkább ehhez a podcasthoz és ennek az irányvonalához az én általam különböző aspektusokból bemutatott témához, klíma, víz, vízválság, fenntarthatóság, biodiverzitás, amire utalt is egyébként az imént az amerikai látogatás kapcsán, hogy, hogy ne elégedjünk meg ezekkel a konzervválaszokkal, hanem nézzük meg, hogy mások mit gondolnak, és használjuk az agyunkat, használjuk a korábbi nemzedékeknek a tudását, a könyvtár-irodalmat, és használjuk az agyunkat és a józan paraszt eszünket. Ez a három kérdés, a demográfia, a másik a klíma és történelem, a harmadik pedig az energia. Lehet, hogy majd nehéz ezt a kapcsolódási pontokat megtalálni közöttük, de talán sikerülni fog. Ugye az egyik, és nem is csak egy könyv, mert itt több könyv ismertetéséről van szó, most a demográfia az első témánk, és hivatkozik a, az ekonomisznak a felmérésére is, amely azt mondja, hogy az a közkeletű gondolkodás, mi szerint egy demográfiai bomba ketyeg, és ez az egyik legnagyobb probléma, és erre én is szoktam egyébként hivatkozni a különböző előadásokon, az nem így van. Mert hogy 2050-re, de legkésőbb 2050 és 2100 között a népesség csökkenni kezd, és ez a csökkenés, itt azért egy kicsit tamáskodok ennek a mondatnak a helyességén, és érvényességén, hogy és ez a csökkenés soha nem ér véget. Ez egy kicsit merész kielentés számomra. Miközben egyébként mindenki, tehát akár, akármilyen fórumon, fórumra megyek, ott az a közköletű vélekedés, és mondom, én is erre szoktam hivatkozni, hogy van egy demográfiai robbanás, és hogyha megnézem a számokat, akkor az tényleg az első világháború végéig nőtt, a föld népessége az emberi faj megjelenésétől ez alatt a sok százer év alatt két milliárdra, majd most száz év alatt ez meg négy szereződött. Mit gondol erről? De bomba vagy nem bomba? Melyik állítás lehet az igaz? A két állítás egyáltalán nem mond ellent egymásnak. Ez a könyv, az enyém, és azok a könyvek, amiket benne recenzálok, nem állítják azt, hogy az elmúlt mintegy 150 évben nincs népesség robbanás, hanem azt állítják, hogy ennek az időszaknak a végén járunk, és egy összehúzódás következik, és a 21. század végére, 21. század közepétől fokozatosan a század végére már nem ez lesz a probléma, hanem az előregedés, a csökkenő termékenység, és az ebből fakadó gazdasági nehézségek. Arról írnak ezek a szerzők, akiket én bemutatok a nonkonformban, hogy <kül> A Föld lakosságának, népességének az üteme az nagyon-nagyon sokáig egy viszonylag egységes ütemben növekedett, egységes tempóban, statikus ö, tempóban növekedett, és ezt követően az iparosodás, tehát nem is az első világháború, hanem valójában a 19. századi, az 1800-as évekbeli iparosodás hozta el a városiasodást a városiasodása a bizonyos szolgáltatásoknak, köztük az egészségügynek és az oktatásnak a széles -körül hozzáférhetőségét, és ezektől nem függetlenül a nők szerepének a megváltozását. És azt állítják ezek a szerzők, hogy és itt az észlelésben van szerintem különbség, hogy valójában ennek a népességrobbanásnak az összeomlása, a végórái, azok már sokkal korábban elkezdődtek, csak nem vettük még észre. Az iparosodás egyrészt okozott egy népességrobbanást, de azáltal, hogy a társadalmak gazdagabbak lettek, megváltozott a nők szerepe. Sokkal több életpályamodell vált elérhetővé az emberek számára. Ezáltal a gyerekvállalási kedv is a fejlődő országokban és a fejlettével társadalmakban Gyakorlatilag szükségszerűen mindenütt csökken. És azt állítják a szerzők, hogy ennek a látványos jelei azok a 30-as, 40-es években már megérkeznek, majd most a 21. A századról Tehát beszélünk már. 12. 15-20 év múlva. Igen, és azt arra utalnak a, a, azok a számok, amiket én ismertetek. Most fel is lapoztam a könyvet, hogy gyakorlatilag 2040 és 2060 között már nem marad olyan része a világnak, talán Indiát leszámítva, ahol ne fordulna visszajára a folyamat, azaz nem egy népesség csökkenésbe fordulna a, gyakorlatilag a demográfiai trend. És ugye ez Miért fontos? Ez azért fontos, mert egészen másfajta kihívásokkal nézünk szembe ennek alapján a 21. század végén, mint amire most az intézményrendszerünk készül, mint amire a vezetőink beszélnek. Azzal nézünk szembe, hogy amíg ma hat nyugdíjasra, hat munkaképes korú e, e, jut egy nyugdíjasra, e, és gyakorlatilag ez a jólét alapja, addig ez a demográfiai fordulat, amiről beszélek, ez egy ilyen szeizmikus változást jelent majd ebben, és a jólétnek, a gazdasági teljesítőképességnek az, alap, a, a, az alapjai meg fognak remegni, mert a munkaképes korúaknak sokkal-sokkal több idős embert kell majd eltartani, nem csak a skandináv országokban, vagy Japánban, amik ismert például, vagy Magyarországon, hanem a ma fejlődő világnak hívott nagy népességű szegény országokban is. Igen, a, amit én olvastam erről, a, mert a téma érdekel engem is, ott az India mellett azért jó néhány afrikai országot is, ebbe a sorba például a Nigériát. Elsorolják. Nigériával kapcsolatban pont tegnap olvastam nagyon izgalmas adatokat az a helyzet, hogy az 1970-es évek óta folyamatosan jósolnak Nigéria hosszú demográfiai tendenciáiról, és az előrejelzett szám, hogy mennyien lesznek Nigériában 2100-ra, folyamatosan csökken az előrejelzésekben. Hát de azért a valóságos számokat, hogyha megnézzük, hogy honnan indult Nigéria és hol tart most, azért az elég riasztó gyors növekedés. Tehát gyakorlatilag azt látom az összes afrikai országban, Egyiptomtól kezdve Nigéria még, még rosszabb ennél, hogy 6-szoros, 8-szoros, 10-szeres a népesség a 60-as évekhez képest. Tehát 60 év alatt mondjuk Egyiptom 20-22 milliós lakossága 100 millió fölé ment, most már 100 millió fölött vannak, és gyakorlatilag 150-ig meg sem fognak állni. Nigériánál még mélyebbről indul ez a dolog, és a növekedés meg sokkal nagyobb. Még egyszer mondom, hogy azért nincs a két állítás között feszültség, mert ezt a tendenciát, a jelenlegi népességrobbanást sem az én könyvem, sem ezek a szerzők nem vitatják, amit állítunk közösen, az az, hogy ennek az időszaknak a végén járunk, és ez Na. meg fog fordulni ez a trend. Én, én, ha ez igaz, akkor az összes következtetés hogy ebből mi, milyen társadalmi, gazdasági, e, szociológiai, e, társadalmszervezési, közigazgatási, ellátási, egészségügyi stb. ellátási problémák következnek azzal, én mindegyet értek, hogy ezt részben látjuk valóban a japán példa, erre jó példa, és az európai példák is egyébként, mert vannak Európában is ilyen országok, e, e, tehát vannak olyan országok, ahol már látjuk, hogy ennek mik lehetnek a következményei. Ugye a, a 2050-re Uh, uh, 70 a más beszések szerint 75 a a földnépességének városlakó lesz. Uh, ugye szerepel az egyik könyvben egy idézet, hogy 400, 400 olyan város lesz, ahol 10 millió feletti a népesség. 10 millió feletti lesz, tehát ilyen nagy gigapoliszok. És ez azért érdekes, hogy ha megnézek, megnézem, hogy 1950-ben, hány olyan város volt, ahol nem tíz, hanem az 5 milliót haladta meg a népesség, összesen 8 ilyen város volt 1950-ben. És gyakorlatilag száz év múlva lesz 400, ahol nem az 5 milliót fogja meghaladni, hanem a 10 vagy van, ahol már a 20 is. Tehát egy olyan fajta urbanizációnak vagyunk tanulni, és ez én értemben pedig olyan fokú erőforrás felhasználásnak vagyunk a tanulni, hogyha eljutunk erre a pontra, hogy valóban elkezd csökkenni a népesség, de addig, addig, amíg idáig jutunk, ezek addi... összefüggnek, bocsán, Igen, bocsánat, tehát, tehát, pont a városi hozzá el azt, hogy egyébként a demográfiai fordulatok bekövetkeznek ezekben a társadalmakban. Igen, csak közben olyan mennyiségű erőforrást használunk föl, amihez nem biztos, hogy a megfelelő eh, háttér, a megfelelő forrás, forrás oldal biztosított. Ugye ma az köztudomású megint csak, hogy a emberiség növekedésének vel kétszer gyorsabban nő a vízfogyasztásunk, és háromszor gyorsabban nő az energiafogyasztásunk. Az infrastruktúra, ezeknél a városoknál új infrastruktúrát kell építeni. Mondták nekem a kollégáim, hogy a következő években 2050-ig több infrastruktúrát kell megépítenünk, mint az előző 2000 évben összesen. Tehát itt azért komoly kihívások vannak, azon a problémától is, hogy ha, ha eljutunk oda, amikor a népesség csökken, a növekvő demográfiai e, e, robbanás következtében növekvő népesség igényének a kielégítése, és ez nem csak élelmiszer jelent, hanem megfelelő infrastruktúrát, oktatási, egészségügyi infrastruktúrát, közlekedési infrastruktúrát, ennek a megépítése óriási erőforrásokat fog lekötni. Na, de hogyha ha igaz, igaza van a szerzőknek, akkor ez annál nagyobb baj, mert ha csökken a népesség, ez az infrastruktúra, ez kihasználatlan, fenntarthatatlan marad majd. Tehát azon a problémán túl, az előregedő népességen túl lesz egy másik probléma is. Ennek egyébként egy ilyen kapszulában már látjuk, amely Kínában is a jeleit, ahol gyakorlatilag feleslegesen építettek meg óriás városokat, üresen állnak millió számra lakások, újépítésű panelépületek, amiket a mostani kínai demográfiai fordulat, ott már látszik ez a demográfiai fordulat, már nem tud megtölteni új emberekkel. Egyetértek azokkal, amiket elnök úr említett. A... Nézzünk akkor a másik témánkat. A klíma és történelem. Ez egy nagyon izgalmas okfejtés. Ugye több szerzőnek a a munkáját is bemutatja ebben a könyvben. És van egy nagyon érdekes állítás, ami azt mondja, hogy az emberiség történeténél, pontosabban most már nem csak az emberiség történetéről, hanem föltörténetről beszélünk, nagyjából 1500 éves időszakok, periódusok vannak. Van egyfajta ciklikusság. És most az elmúlt mögöttünk lévő 200 évet egyelőre tegyük zárójelbe, hogy ez mennyire gyorsított fel folyamatokat, de előtte is volt meleg, felmelegedéses időszak, lehűléses időszak, és kilenc ilyen civilizációs fordulópontot uh, különítenek el a szerzők, akik azt mondják, hogy ez a fajta periodicitás, amikor uh, megbomlott a klíma, tehát egy hidegebb periódus kezdődött, vagy egy szárazabb időszak kezdődött, akkor az történelem formáló erővé vált, többek között vonják le a következtetést, több példát is hoznak, de mondjuk maradjunk a római birodalomnál, azt mindannyian tanultunk róla. A római birodalomnak a, a prosperitása, a fejlődése, a legfényesebb időszaka egy 350 éves klíma optimumhoz kötődik, írják a szerzők, nagyon érdekes, számomra elfogadható és meggyőző, és ugyanakkor viszont a római birodalom, birodalom hanyatlása és a római birodalom bukása utáni zavaros középkori időszak az pedig az úgynevezett kiségkorszakhoz kötődik. Igen, és a kisékorszak a szerte az ismert világban gyakorlatilag párhuzamos egymástól látszólag független, de nagyon egymásra hajazó változásokat indított el. Nagyon hasonló ideológiák jelentek meg a, kísér, a, a az úgynevezett Grindevádi ingadozás időszakában, amikor a föld az északi féltekének az átlaghőmérséklete nagyjából 10 fokkal csökkent. Nagyon hasonló ideológiák ütötték fel a fejüket Európában, a közelkeleten vagy Kínában. Ugyanúgy növekedett a politikai feszültség. Ugyanúgy sűrűsödtek az éppen hatalmon lévő rezsimekkel szembeni adások, atrocitások, felkelések, inzultusok. És az én gyerekkoromban, a történelemkönyvekben, és talán ez még ma is így van, ezek a szempontok, tehát az emberi történelmnek és a természettudományos összefüggéseknek a egymás mellé rendelése az nem, nem szerepel, de, hogyha, de hogyha a valóságra vagyunk kíváncsiak, akkor azt be kell látni, hogy a nagy személyiségek, az izgalmas szellemi ideológiák, a fontos csaták, a tehetséges hadvezérek és az egyebek mellett a történelmre legalább akkor a hatás gyakorolnak a baktériumok, a vírusok, a vulkán kitörések, vagy a naptevékenység. Jó, Jó végszót, mert akkor maradjunk a vírusoknál, ezt is felírtam, hogy nem csak a klíma, és így a Covid-járvány, hát most nem tudjuk, hogy melyik szakaszában vagyunk, most úgy tűnik, hogy inkább talán lecsengő szakaszában vagyunk, vagy szerídülő szakaszában. Úgy tűnik, hogy el, el, megtanultunk ehhez is alkalmazkodni, szelídebb a mutáns nem okoz már akkora, most is vannak megbetegedések, sajnos halálesetek is, de nem olyan drámai a helyzet, mint, mint mondjuk az első és a második hullám idején volt. És a könyvben benne van, hogy bizony egy-egy járvány, és ugye most, ha modern fogalmakkal írnánk ezt a helyzetet, akkor a globalizáció fogalmát használnánk, de hogy bizony, például a római brodalom idején is, részben a hadsereg mozgatása, részben a rabszolgakereskedelm, részben pedig a kereskedelmi útvonalak kiszéles, szélesebbé válása révén olyan új fertőzések jelennek meg a birodalomban, amik több évtizedig tartó járványokat, és nagyon sok embernek a halálát okozzák, és megrendítik gazdasági értelemben is a birodalmat. Így van, és az említett kísérkorszak időszaka alatt a föld akkori népességének bizonyos számítások szerint közel az egyharmada elpusztult, különböző okoknál fogva. Nem csak közvetlenül a klímaváltozáshoz kapcsolódó klímaváltozáshoz kapcsolódó módokon, de például az akkor a klímával összefüggő ésben kitörő háborúk következményeként. Tehát érdemes ezeket maga komplexitásában vizsgálni, és természetesen a vírusoknak és a klímának is van összefüggése, közös metszete, hiszen, hogyha, és ez a mai időszakban is egy fontos kérdés, hogyha például mindenféle vírushordozók, szúnyogfajok elterjedési területe élettere bővül, és megjelennek Európában olyan vírushordozók, akik korábban nem tudták elviselni az itteni hőmérsékletet, akkor ez természetesen egy tömeges egészségügyi kockázattal jár. Nem becsülném le a természetnek, mint technológiának az innovációs ö, öninnováló képességét. Léteznek, és erről is írok a könyvben, léteznek olyan szúnyogfajok ma már, amelyek csak a londoni metróban élnek. Ott születtek, ott jöttek létre, ahhoz alkalmazkodtak. Vannak olyan fajok, állatfajok és növényfajok, amik gyakorlatilag a generációs tanulást egy generáción belül is meg tudják valósítani, azaz az emberi tevékenységhez, illetve a változó klímához úgy alkalmazkodnak, és nem mindig az ember javára, teszik ezt, hogy nálunk sokkal sikeresebbnek tűnnek ebben. És ezért gondolom én azt, hogy az ember sérülékenysége a klímaváltozás kapcsán az fokozott, de a teljes természeti rendszer, teljes ökológiai rendszer alkalmazkodó képességétéként hajlamosak vagyunk alábecsülni. Mert fantasztikus dolgokra képes a természet, és ennek minden nap látjuk a jeleit. Megint csak egy végszó, a szúnyogok. A ezt nem, 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 ismertem ezt a londoni metrobeli példát, de azt viszont, arról viszont olvastam, hogy a, az éghajlatövek feljebb csúszásával valóban olyan szúnyog populációk jelennek meg, és olyan betegségeket terjesztenek, amik Európában vagy már eltűntek Európából, vagy Európában sosem voltak. Például eltűnt a malária de Európába megérkezett, Dél-Európába már megérkezett, és egyre följebb jön az a szúnyogfaj, amelyik a maláriát terjeszti, tehát meg, meg, kell tanulnunk majd újra, az orvosoknak meg kell tanulni a maláriát diagnosztizálni. Dengiláz nem volt soha Európában, megérkezett az a szúnyogfaj, amelyik egyébként a dengilázat már Európában is eredményesen terjeszti. Tehát igen, ezek, ezek mind jó példák arra, hogy, hogy az, amit ma klímaváltozásnak nevezünk, és annak a következményei, azoknak nem csak a természetre, hanem ránk emberekre is meglehetősen súlyos következményei vannak. Igen, és hogyha, hogyha szabad, akkor még egy plusz egyedik zászlót ez a téma az mondanék, mert foglalkozom a könyvben azzal, hogy a Pentagon, az amerikai védelmi minisztérium hogyan készül a klímaváltozásra, és ők például egy új kategóriát is bevezettek, gyakorlatilag a komplex válsághelyzetek kategóriáját a jövőre vonatkozó előrejelzésekben, ami pont arról szól, hogy a rendszerek, az államrendszerek, a politikai rendszerekben egyszerre omlanak össze a különböző alrendszerek a klímaváltozásnak köszönhetően. Tehát nem csak arról van szó, hogy energetikai rendszerek, vagy éppen vízellátási rendszer összeomlik, hanem pontosan az említett jelenségeknek köszönhetően az egészségügyi rendszer is összeomolhat és ezek a, ezeknek az összeomlása túlterheltségből fakadó összeomlása összecsúszik. És ezeket sokkal nehezebb kezelni, mint a múltnak azokat a válságait, ahol a válságok azok egy-egy területre, mondjuk a pénzügyi szektorra, vagy más esetben mondjuk a nyugdíjrendszerre tértek ki, hogyha mindegyik területen egyszerre jelentkeznek ezek a problémák. A... Egymásnak adjuk a, a... a, a végszót, mert a klíma és klímavédelem. Van egy idézet, amit szerepel a könyvben, hogy a sikeres klímavédelemre csak a nemzetek képesek. Ez a 131. oldal. És azt itt kis emelték külön egyébként az idézetet nagybetűvel, hogy a hazaszeretetet a hazaszeretet az egyetlen ismert erő, amely képes teljesíteni a komolyan vehető kollektív akciók legfőbb alapfeltételét, hogy a mai élő generációk áldozatot hozzanak az utánuk következőkért. Ez egy nagyon fontos gondolat. Szerintem ez a könyv egyik legfontosabb gondolata, és a nonkonforman feldolgozott több száz könyv közül talán ez az egyik legfontosabb könyv. Ez egy baltikumi haditudósítónak, haditudósítóból lett politika tudósnak a gondolata, aki írt egy könyvet klímaváltozás és nemzetállam címmel, és ő azt mondja, hogy bármennyire is nonkonform a gondolat, de bizonyos értelemben a nacionalizmus a klímaváltozás egyetlen lehetséges ellenszere. Nem ma, hanem a jövőben. Miért? Ő azt mondja, hogy nincs olyan történelmi civilizációs gyakorlat, nincs olyan példa a múltunkban, ami arra vonatkozna, hogy országok feletti koordináció sikeresen megvalósítható lenne. Ezért azok az egyezmények, a Párizsi Egyezmény, a Kiotói Egyezmény, ezek a híres nemzetközi egyezmények, amiktől remélte az emberiség a klímapálság megoldását vagy megelőzését, ezek eleve kudarcra vannak ítélve, mert nincs az a kollektív identitás, ami meg tudná hozni az áldozatot a jövőre vonatkozóan. Ez csak úgymond, idézőjelbe teszem, törzsi szinten lehető fel a történelme, csak törzsi szinten, vagy európai terminológiával élve nemzetállami szinten mutatható ki. Ilyen gyakorlatok vannak. Igen, és, és ez... egyébként hivatkozik is a könyvben példákra, hogy melyek azok a nemzetek, többek között, a, tört, a, magyar okra te, te okra között a magyarra, hogy melyek azok a nemzetek, és melyek azok a történelmi példák, amik viszont ezt az állítást, amit az imént felolvastam, mm. ezt, ezt az idézetet, ezt az állítást, ezt igazolják. De nagyon fontos uh, itt megjegyezni azt, hogy ettől még a nemzeti kormányzás, egy patrióta nemzeti kormányzás önmagában nem garancia a klímaválság helyi megelőzésére, mert ahhoz egyébként komoly munkára van szükség. Tehát attól még, hogy a kulcs az a nemzeti kormányok kezébe van, attól még azt a, az árat ki is kell nyitni vele. Hát egyrészt, másrészt meg ugye pont a globális tér miatt ha mi jól is dolgozunk, de mások viszont ö, rátesznek még egy lapáttal a foszilis energia felhasználás során, akkor a mi munkánknak az eredményét is tönkreteszik zárója bezárva. Igen, ezzel egyetértek. <kül> szerintem nagyon korlátozott egy-egy nemzetállamnak a saját mozgástere a klíma befolyásolása. Szinte egy Magyarország méretű ország esetében szinte zéró, de ettől még morális kötelességünk, <kül> hogy megtenni azt, amit egyébként <kül> lehet. Nem csak tehát a saját közösségünkkel szemben, illetve a saját Közösségünk következő generációval személyesen. Ezzel én egyetértek, mert mindenki söpögessen a saját háza előtt, és hogyha ugyanezzel a lendülettel söpögetnek majd az amerikaiak, meg a kínaiak is, akkor már is előrébb leszünk. Tehát ö, én egyetértek ezzel, hogy ö, akkor tehetünk szemrehányást másoknak, hogyha mi egyébként a saját munkánkat elvégeztük, de jó, hogyha valóban tisztában vagyunk azzal, hogy ö, ennek ö, ö, mik a, a korlátai. Az, az nagyon az fontos, hogy, hogy, hogy az idő, a pénz, az energia. Ö, az egy, vége, ezek mind véges erőforrások. Tehát az a gondom adófizetőként, ha tetszik, meg szerzőként is a, a nagy klímaegyezményekkel, hogy Elképesztő energiát visznek el, nem csak pénzügyi, ö, időben értelemben, de lelki értelemben is hamis reményeket keltenek, miközben otthon ezek az országok, a kezdeményezők, az aláírók nem végzik el nagyon sokszor azt a feladatot, ami a minimum feladat lenne. De közben egyébként megszületnek a fotók ö, és, 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 és a, a szalakcímek arról, hogy egyébként egy újabb egyezmény született. Miközben rengeteg dolgot kellene és lehetne tenni a vízinfrastruktúra fenntartó az erdők megújításáért és számos egyéb példát lehet említeni. Akkor megint egy végszó, és akkor áttérünk a harmadik témára, energia. Daniel Jergin ö, szerző, aki nem fogadtak nagy lelkesedéssel, a könyvet nem fogadták nagy lelkesedéssel, erről ír is, hogy mitán ő sem elégedett meg a konzerv válaszokkal, a következőt állítja, és hát nem csodálom, hogy sok ellenséget szerzett magának, hogy az Egyesült Államokban a demokraták Green New Deal tervét egyszerűen csak fantazmagóriának nevezi és ugyanezzel a szóval illeti, jelzővel illeti az Európai Uniónak azt a törekvését is, hogy 2050-re az Európai Unió karbon semleges legyen. És nagyon sok adatot hoz hozzá. Így van, a legizgalmasabb adat, vagy hát hogy is mondjam, a leg, Döbbenetesebb adat talán az a könyvében, hogy Kína csak 2011 és 2013 között több ö, ö, betont használt fel. Ugye ennek az építőanyagnak az előállítása igénylé a legtöbb foszilis energiahordozót, mint az Egyesült Államok a teljes 20. században. Tehát három év alatt. Igen, ezt, ezt, az USA, ezt én is, is megjegyeztem, és ez, ez bol, Úgy, bol. hogy az USA fantasztikus mennyiséget használt fel, hiszen az egész amerikai infrastruktúra 20. században épült. Azért fontos ez, mert, mert miközben olvasni szalak címeket arra, hogy egy-egy országban hogy nőtt a megújuló energia részaránya az energia mixen belül, az sosem teszik mellé, hogy közben egyébként globális szinten a foszilis energiafelhasználás is nő. Tehát ezért gondolja és mondja azt Daniel Jergin, hogy nem egy energia átállásra van esély, hanem jelenleg a maximum, amit remélhetünk, az egy, egy egyelőre egy energia kiegészítés. Mert uh, hiába nem szólnak róla szalakcímek, a foszilis energia iránti igény ugyanúgy nő, mint a szélenergiára vagy a napenergiára. A, és uh mikor született ez a könyv? Talán ez tav tavaly előtt tavaly született 2020-ban, és ugye azt nagyon fontos, amit ír benne, hogy, hogy, hogy a világgazdaság kitettsége a szénnek, a kőolajnak és a földgáznak ma mint egy 80%-os, ami pontosan megegyezik a, a, 30, a 30 évvel ezelőtti amikor egyébként a klímaválság, vagy a klímaváltozás a napi rendben még sokkal kevésbé volt központi téma. Tehát miközben ez lett a központi témánk most éppen a háború, de egyébként hosszabb időtávon lehet, hogy dominálja a nemzetközi közbeszédet a klímaváltozás közben egyébként e, ilyen értelemben a fosszilis energia felhasználás tekintetében semmiféle előrelépés nem történt, Ez ezt fontos rögzíteni ah, és akkor nem olvastam a könyvet csak a recenziót ismerem e, tehát a, az ön által tolmásolt gondolatokat folytatom sajnos a szerzőnek igaza van, hogyha hozzáteszek ehhez három dolgot, akkor, akkor, akkor a, a tamáskodó vagy, vagy a józanságra figyelmeztető gondolatokat ez alátámasztja, ami a könyvben van. Az egyik, hogy 7 évvel ezelőtt Párizsban nagy fogatkozások történtek, elfogadtunk egy megállapodást, a valóság ehhez képest az, hogy ma magasabb a kibocsátás, mint 7 évvel ezelőtt. Tehát minden fogadkozás, minden uh, uh, aláírt uh, vállalás ellenére a kibocsátás nőtt. A második. Amikor volt a COVID-járványnak az első időszaka, akkor volt egy erős ipari leállás. Ez jelentősen csökkentette az emissziót. De abban a pillanatban, hogy a gazdaság elkezdett újra visszerősödni, az emisszió tekintetében is egy jelentős visszapattanás történt, tehát nem történt semmiféle technikai, technológiai fordulat, és ma az első és a két kérdés összefügg, ezért is magasabb az emisszió. És a jövőre nézve, néhány nappal ezelőtt olvastam a hírt, 24 ezer kilométer olaj- és gázvezetéket építenek szerte a világon. Ennek 40%-a már épül, 60%-a az engedélyezés, tervezés és engedélyezés alatt van. Most ez ugye nem azt mutatja, hogy meg akarnánk rövid időn belül szabadulni az olajtól és a földgáztól. Mert ezek a csövek, hogyha megépülnek, már pedig úgy tűnik, hogy megépülnek, ezek jó néhány évtizedig biztos, hogy szállítani fogják az energiahordozókat. Ez a három példa csak, ami a közelmúltból uh, igen. való, és erősíti Jerginnek egyébként a, a, a szkeptikus véleményét sajnos. Igen, és Jergin nem foglalkozik részletesen a könyvében ezzel, de más szerzők igen, hogy amit megújulónak hívunk, ugye az sem feltétlenül megújuló a valóságban, ami az energiaforrásokat illeti hiszen senki se beszél arról, vagy nagyon kevesen beszélnek arról, hogy az a technológia, amire most az egész európai autóipart és számos más nagy ország autóiparát átállítják az elektromobilitás, annak a litium fedezete, az akkumulátorok előállításnak a fedezete jelenleg igény számítások szerint mint egy 10-15 évre elegendő maximum, tehát úgy alakítunk át egy iparágat, hogy belátható időn belül, egy ember ötön belül vége lesz annak a technológiának, amit most próbáljuk felhúzni az európai part, és egy másik példa nagyon ritkán esik kerül szóba például egy szélerőműnek a karbon kibocsátása. Nem arról beszélünk, hogy amikor már ott áll egy szélerőmű, akkor egyébként mennyi energiát fogyaszt, az is egy érdekes kérdés, de hogy ameddig eljutunk odáig, hogy telepítenek egy szélerőművet, addig egyébként mennyi hagyományos energiát égetünk el. Tehát szerintem van egy retorikai, szó, terminológiai félreértés is, mert amit megújulónak hívunk, az nagyon-nagyon nagy arányban nem megújuló, vagy hagyományos energiaforrásra támaszkodik. Hát ugye a szélerőműveknél van még egy probléma, hogy utána, amikor előregettek ezek a szélerőművek, akkor leszerelik ezeket a lapátokat, és nem tudnak vele mit kezdeni, nem tudják visszabontani, nem tudják uh, újra hasznosítani az anyagot, ezért ma a tengerparti részeken egyszerűen elássák a homokba. De ugye a napelemeknek is az élettartama 10 év körül van. Igen, tehát, hogy... és ez egy, na, egy nagyon fontos kutatási irány lesz szerintem a jövőben, uh, hogy a, a tetőről leszerelt napelemek 10-15 év múlva, amikor már nem adnak annyi energiát, az anyaguk elfárad, akkor mit kezdünk velük? Hogyan Meg hogy fog... honnan fogjuk pótolni? Az a másik kérdés, igen. De hogy hogyan tudjuk esetleg visszaforgathatóvá tenni a benne lévő terméket, hogyan tudjuk újra hasznosíthatóvá tenni a benne lévő hasznos anyagot, tehát úgymond körforgásossá tenni, ez egy nagy kihívás lesz. Úgyhogy a kutatómérnököknek szerintem fel kell kötni a katya hogy viszonylag rövid időn belül erre a kérdésre megtalálják a választ. A hallgatóknak elárulok egy, egy titkot itt a beszélgetés végéhez kanyarodva. Volt még egy, egy ötletem, hogy még egy témát szóba hozok, de ez egy másik része már, bár ugyanebben a fejezetben van, tehát éghajlat és háború, egy klíma és háború ebben a fejezetben van. Internet, Facebook penetráció és ennek hatásai, társadalmi hatásai, de el, elszaladt az idő. Viszont a téma engem nagyon érdekel, és aktuálisnak is gondolom, amit én egyébként a magam módján csak egy szellemi környezetszennyezésnek hívok. hogyha van kedve, esetleg egy másik alkalommal erről beszélni, Meg megosztani ennek. a gondolatokat, mert nagyon fontos mondatokat tudnék idézni ezzel kapcsolatban, csak azért, hogy a Önnek is kedvet csináljak, meg a, meg a hallgatóknak is. Megint egy idézet zárásképpen. A Facebook és a Twitter mozgalmak sosem kínálnak alternatívát. Aspirációjuk tárgya kizárólag a fennálló rend és az azt megtestesítő intézmények lerombolása. Kedv és képesség sincs bennük egy pozitív jövőkép megfogalmazására. No. Kedves hallgatók, kedves nézők, ha van kedvük velünk tartani egy következő beszélgetésnél, és hogyha összörményi Nagy Gergelynek van kedve egy ilyen beszélgetésben még részt venni, szívesen invitálok mindenkit arról, hogy ezt tegyük meg valamikor a közeli jövőben, mert szerintem a téma több, mint izgalmas. Örömmel, és köszönöm a meghívást. Én köszönöm, hogy itt volt, és köszönöm mindenkinek a figyelmet.